Most, hogy véget ért a pápa Győr mérkőzés, az eső is elcsendesedett, úgy látszik csak a mi kedvünkért zuhogott végig, meg talán a pápa kedvéért is, és Szűcs Lajos, ahogy lassan már megszokhatjuk, ismét a meccshőseként tündököltél. Az egy ponttal elégedett vagy, vagy azt mondod, hogy hát ha már az egy pont megvolt, akár egy ellentámadásból, akár lőhetetek volna egy gólt is, és akkor meg lenne a három. Hát igen, az igazság az, hogy én úgy érzem a mérkőzés folyamán, ugye nagy többségében védekeztünk, ettől függetlenül úgy gondolom nekünk is voltak lehetőségek. Az első fél időben úgy érzem, hogy volt egy 11-es szituáció, amit majd megkérdezi a televízióban, hogy mennyire volt az, vagy mennyire nem volt az. Hogyha az berúgjuk, akkor lehet, hogy teljesen más a mérkőzés összképe. Ettől függetlenül nem vagyok elégedetlen az egy ponttal, de azért természetesen nem szabad hátradőlnünk. Egy nagyon jó erőből álló Győrt sikerült, tulajdonképpen Győrrel sikerült itthon tartanunk az egy pontot, ez mindenféleképpen sikernek számít a mi csapatunk életébe. Főleg úgy, hogy a csapat ismét csillogtatta azokat az erényeit, amiket láttunk már korábbi a mérkőzéseken is. Nagyon egységesen, nagyon fegyelmezetten játszott a csapat, és nagyon nagy elszántsággal küzdött. Lehet-e tartani ezt a mentalitást hosszú távon? Hát, hogy az edzőnket ismerem, Mátyus Anit, azt hiszem, hogy mindenféleképpen nem csak lehet, hanem ez kötelező is lesz. Úgyhogy egy olyan mentalitási edzőnk van, aki ha esetleg nincs is igazából szép játék, csúszunk, mászunk egymásért, a sikerért, és úgy gondolom, hogy ez a mai nap is ennek a gyümölcse volt. Mindenféleképpen sikernek könyvelem el ezt a mai döntetlent. Szűcs Lajos, köszönöm szépen, és akkor hasonlóan sikeres folytatást kívánok. És érkezik Horváth Ferenc, aki viszont nyilván nem elégedett, hiszen nagyon jól tudja, hogy el is mondta a mérkőzés előtt, hogy nagyon-nagyon kellenek a pontok a csapatnak. Hát egy pontot sikerült szerezni, háromért jöttetek. Igen, hát nálam sokkal jobb edző azt mondta, hogy egy edző 16-ostól 16-osig tudja megszervezni a csapatát, onnantól kezdve már kvalitás dolga. Én azt gondolom, hogy annyi helyzetet kihagytunk, hogy egész héten ezen dolgoztunk, tehát én ugyanolyan felelős vagyok azért, hogy ezek a helyzetek kimaradtak. Mondom ezt annak tükrében is, hogy olyan helyzet is volt, hogy négyen vittük a kapusra. Ez természetesen az én felelősségem is. Nem nagyon tudom, hogy van az, hogy hetek óta tényleg kidolgozunk rengeteg helyzetet, és nem tudunk bele berúgni egyet sem. Nem akarom fölmenteni a játékosokat, de azért a időjárási körülmények, tehát irreálisak voltak sokszor. Ez számíthat-e? Az ilyen jellegű esőzés, az ilyen jellegű talaj, az természetesen a romboló csapatnak kedvez, építkező csapatnak ez sokkal nehezebbé teszi a mérkőzést, de alkalmazkodni kell ehhez is, tehát egy ilyen mérkőzés meg kell nyerni. Gondolom, igen, a sovány igaz, hogy rossz volt az idő, de azt hiszem, hogy a játékosok mentalitására amúgy nem lett panasz, hiszen küzdöttek, nagyon ment a csapat, az látszott. Nézd, a mentalitásra nem lehet panasz, de én szeretnék most már nem mentálisan jó játékosokat, hanem győztes játékosokat a pályán. Mit lehet még tenni? Tehát mit lehet még tenni? Mondtad, hogy gyakoroltátok a héten a támadás befejezéseket. Mit lehet ilyenkor tenni? Vagy ilyenkor csak várni lehet arra, hogy átforduljon ez a negatív tendencia? Azért, hogy a szerencse visszapártoljon a csapat mellé, azért nagyon sokat kell tenni. Az nem fog úgy visszajönni, hogy egyik pillanatra a másikra, majd billírozva 4-5 góllal fogunk nyerni. Ezért meg kell szakadni, meg kell dögleni a pályán. Úgyhogy ezt kell tennünk a továbbiakban. Hát ehhez kívánok sok sikert a csapatnak, köszönöm szépen Horváth Ferencnek, és Mátyus Jánost is várom ide, aki viszont elégedett lehet az egy ponttal, hiszen egy élcsapat ellen sikerült egy pontot szerezni, a csapat csillog az erényeit, amit tud, ő szervezett volt, nagyon jól védekezett, viszont a Lajostól is azt kérdeztem, hogy nem vagy elégedetlen mondjuk, amiatt, hogy akár egy ellentámadásból meg lehetett volna egy újabb bravúr győzelem is. Nem vagyok szomorú a pont miatt, nyilván minden meccsen győzni szeretnénk, de én azt gondolom, olyan különbség van a két csapat lehetőségei között, hogy az X-el feltétlenül elégedetlen kell legyek. A csapat, amit tud, azt kihozta magából? Többet ma. Ez ritka, ma úgy játszottunk, olyan küzdelentudást tettünk tanulbizonyságot, ami egészen elképesztő szerintem. Minden labdáért, minden méterért, minden centiméterért megküzdöttünk, csúsztunk, másztunk, és eltüntettük a két csapat közti különbséget, hatalmas boldogságot érzek most nyilván. Meddig lehet tartani ezt a remek mentalitást? Látszik, hogy most annyira együtt van a csapat. Meddig folytatható ez, így végig tudja csinálni mondjuk az egész őszt ilyen mentalitással a csapat? Én azt ígértem, amikor pápára érkeztem, hogy lehet, hogy nem fogunk látványosan játszani.
lehet, hogy nem fog minden meccsen dominálni, de hogy a csapatom az utolsó lehetőség küzd minden nap, ezt én vállaltam. Eddig ez így volt, hogyha nem így lenne, akkor ennek a felelős, most még erőt nincsen, szó, hál' Istennek. Amikor a második fél időben védőt hozott le Horváth Ferenc és bejött Martínez előre, akkor mi járt a fejedben? Minden rezdülést érzékeltem nyilván, de inkább a saját csapatom játékát figyeltem. Viszonylag szűk lehetőségeim vannak a kispadat illetően. Győr remek csapat, remek edzővel, fiatal edzővel, remek keretük van. Valóban volt egy változtatás, de én nem törődtem igazából ezzel. Azt szerettem volna, hogy csapatom 9 emberci küzdjön hajcson. Két emberem begörcsölt, ez lehet egy jó jel, lehet rossz jel. Én inkább a jó végét fogom meg a dolgoknak, hogy annyira hajtottak, hogy teljesen elfáradtak. Nagyon-nagyon büszke vagyok.